Nyolcadik alkalommal szervezték meg ma a 8. Juventus Színházi Fesztivált Kovásznán. A kulturális sokszínűség napja mottóval zajlott rendezvényen 5 erdélyi diák színjátszó csoport lépett fel egy-egy előadással. A fesztivál szerepel a tanügyminisztérium iskolán kívüli tevékenységek jegyzékében, de a nem finanszírozott kategóriában. Így a rendezvényt a kovásznai önkormányzat kiemelt kulturális projektként támogatta. A Sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Liceum Antigone című előadásával indult a 8. Juventus Színházi Fesztivál a Kovásznai Művelődési Házban. A nap folyamán egymást követték a sepsiszentgyörgyi, kovásznai, brassói és marosvásárhelyi diákszínjátszó csoportok. Klasszikus és kortárs szerzeményeket láttunk, saját szerzeményekkel is jöttek diákok. Ami a legmeglepőbb számomra, hogy mindannyiuk játékából az tűnik ki, hogy hogy viszonyulnak ők a felnőttek világához. Ez az én életem, nem a szüleimé, nem a tanáraimé és nem a szomszédoké. Többek között Karinthy Frigyes, Szofoklész, Goldoni, William Golding darabokat játszottak a diákok magyar és román nyelven. Több évtizede vallom, hogy a színház az egy életmód, és ehhez próbálom igazítani a gyerekeimet is már évtizedek óta, és hiszem azt, látva az eredményeket is, hogy ez jó nekik, mert megtanulnak a színpadon mondjuk viselkedni, amit majd levisznek a földre is, és az a felszabadultság, ami utána jön, az felbecsülhetetlen. Az előadások nem a klasszikus színházi értelmezést mutatták be, hanem újszerű megfogalmazást hoztak előtérbe. A diákok értékrendjüket és világlátásukat is belevitték a produkciókba. Mert számüzetésből visszatérve, ő betört perselni ősök földjét. Számomra ez a diákszínjátszás önbizalmat ad, és megtanít arra, hogy emberek elé kimerjünk állni, és bevállaljuk azt, amit mondunk, mert úgy is gondoljuk, és új embereket ismerünk meg. A kulturális sokszínűséget hordozó színházi rendezvény egyedülálló az országban. A szervezők azt szeretnék, ha a jövőben nemzetközivé nőni ki magát a Juventus Fesztivál.